hogy újra közöttünk üdvözölhetem mindenki nevében Romsics Ignác professzor urat. Egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Azt hiszem, hogy jól alakultak az előadás sorozatok, hisz a végére akartam önöknek egy karácsonyi habatortán meglepetést. Sajnos most már az őszi előadás sorozat végére érünk, az utolsó előadást fogják meghallgatni a magyar miniszterelnökök 1919-45 között, bizonyára nagyon izgalmas lesz. Elég sokan voltak, volt közöttük néhány napos, volt közöttük 10 éves uralkodású, és volt közöttük gyenge is, meg volt közöttük egy pár jobb is, hogy így szabad értékeljem. Nem látta mindenki, hogy kivetítettem az előbb az eddigi előadásoknak az értékelését, de majd lesz még rá lehetőség, hogy megnézzék. Arra kérek mindenkit, hogy a most kiosztott kis lapocskán is tegyék meg az előadás értékelést. Ez az előadóknak is, és nekünk is fontos, hogy a jövőben mihez tartsuk magunkat, és milyen előadókat hívjunk. Remélem, hogy professzor úr jó fog szerepelni. És még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és átadom a szót professzor úrnak. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Sokkal jobb lett volna, Endre, ha úgy kezdett, hogy a Romsics szokásától eltérve most elég indisponált, betegeskedik is, feltehetően egy gyönge előadást fog tartani, de hát tiszteletből azért meghallgatjuk, és akkor lehet, hogy egy kellemes meglepetés, jó meglepetés érte volna a közönséget. Így viszont egy ilyen fölvezetés után, hát lehet, hogy egy elégedetlenség lesz néhányokba, és ezt majd a pontozásnál is kifejezésre fogják jutatni. Úgyhogy ez kíméletesen közöld majd velem ezt az eredményt, ha közölni akarod. Valóban úgy van, ahogy elhangzott, hogy a két világháború között és a második világháború alatt, vagyis 1919. augusztusától 1944 végéig 15 miniszterelnöke volt Magyarországnak. Ebből a 15 miniszterelnökből 14 egyszer, egy, Teleki Pál pedig kétszer is miniszterelnök volt. Kezdhetném úgy is az előadást, hogy általános dolgokat mondok arról, hogy hány évesek voltak, hol tanultak, de azt gondolom, hogy akkor járok el helyesebben, hogyha végigmegyünk az egyes miniszterelnökökön, és megnézzük, hogy ki, mikor, miért lett miniszterelnök, mit csinált, mint miniszterelnök, és a konklúziót, illetve az általánosításokat ezután fogjuk a végén levonni. Az első miniszterelnök Pejt Gyula volt. Valószínűleg sokan nem is tudják, hogy volt Magyarországnak egy ilyen miniszterelnöke, aminek két oka van. Az egyik az, hogy rövid ideig volt miniszterelnök, mindössze 5 napig 1919 elején, és hogy tulajdonképpen ő nem is miniszterelnöknek vagy egy vezető országos politikusként szocializálódott, szegény családból született, nem árva gyerek volt, de csak az anyja nevelte föl, az apját nem ismerték. Ennek ellenére tanonciskolába adták, nyomdásznak tanult, és mint nyomdász, amikor már segéd volt, a Franklin nyomdába dolgozott, és utána több hónapos külföldi útra indult, ami a 20. század elején még mindig szokás volt, főleg német nyelvterületen, a monarchia osztrák részébe, Németországba, illetve Svájcban dolgozott több hónapot, és ez alatt, az időszak alatt megtanult németül. Amikor visszajött, akkor a szakszervezeti mozgalomba kapcsolódott be, amellett, hogy még nyomdász is volt, a Tipográfia című lapot szerkesztette, ami a nyomdászoknak egy ilyen szaklapja volt, és emellett a nyomdász szakszervezetnek is vezetője lett, és mint ilyen, rövidesen már a 20. század elején egy függetlenített szakszervezeti vezető. Vagyis egy olyan munkás vezető, aki már nem gyakorolta a fizikai munkát, amit kitanult, hanem a rátermettsége, a szervezőképessége sok minden okán, vagy értelmi képességei okán kiemelkedett a munkás társai közül, és szakszervezeti vezetőjüknek, képviselőjüknek tették meg. Ez tart egészen 1918-ig, és 1918-ban, amikor a háború végén egy demokratikus fordulat kezdődik Magyarországon, és Károly Mihály alakít kormányt, akkor még nem, de azt követően 19. januárjában, amikor Károlyi köztársaság elnök lesz, és Berinkei Dénes alakít kormányt, akkor más szociáldemokratákkal együtt Pejjel Gyula is miniszter lesz, még pedig népjólét és szociális miniszter a Berinkei kormányban. Szociáldemokrata volt,
amelyen belül, a szociáldemokrata mozgalmon belül mindig is két irányzat volt. Volt olyan, amelyik hajlamos volt a szélsőségekre, és volt olyan, amely mérsékelt volt, és a demokratikus értékek fontosak voltak számára. Pejt Gyula ezek közé tartozott, ezért a tanácsköztársaság vezetésében, noha részt vehetett volna, nem vett részt, nem ment el külföldre, mint Garami Ernő például, egy másik szociáldemokrata vezető, itthon maradt Budapesten, de se pró, se kontra nem vett részt a tanácsköztársaság alatt, és ezáltal, hogy így mondjam, tiszta maradt. Vagyis egy olyan szociáldemokrata maradt a következő kurzusba, amikor a szociáldemokratákat nagyon nem szerették, akinek nem lehetett a szemére vetni azt, mint többeknek, hogy be 2019-ben lepaktáltál a kommunistákkal. És ezért a két világháború között, különösen annak első felében Peidl szociáldemokrata vezető 19 őszén megye. Hát a 19 augusztus 1 és augusztus között, és ezért lesz miniszterelnök akkor. Ugye a románok átlépnek a Tiszán augusztus 1-én, 4-én Budapesten vannak, a forradalmi kormányzó tanács lemond, Kumbélával az élen elmenekülnek külföldre, előbb Bécsbe, majd onnan Moszkvába, aki, és ez jól teszik, mert aki itthon marad, arra meg börtön vár, és az pedig, mint egy tiszta ember, a akkori szociáldemokrata vezetőkkel, és kibővítve azután kereszténszocialisták, kisgazdákkal próbálja megmenteni a demokráciából azt, amit még lehet. A tanácsköztárságnak az intézkedéseit érvénytelenítik, de egyébként maradna Magyarország köztársaság, és maradna számos rendelkezés is. De ez sokaknak nem felel meg 1919 őszén, és egy magát Fehérháznak nevező ellenforradalmi csoportosulás, amelynek élén Friedrich István áll, Friedrich István, akiről még lesz szó, egyszerűen egy csapat román katonával bemegy a Sándor palotába, ahol most a köztársaság elnökünk székel, amely akkor a miniszterelnökök, mindenkori miniszterelnöknek a rezidenciája volt, és az ülésterem is, és a felszólítja Pejdléket, hogy viszontlátásra távozzatok. És ő maga kikiáltja magát miniszterelnöknek. Úgyhogy ezzel befejeződött a kormányfői pályája, sőt 1919 őszén, amikor a baloldaliaknak, a forradalmi vezetőknek, de gyakran a zsidóknak is, hogy így mondjam, nehéz idők jártak rájuk, Dunántúlon nehezebbek, mint mondjuk másutt, de azért Pesten és Dunatisza közén is előfordultak olyan atrocitások, amelyeknek halál lett a vége, akasztások, egyebek, és a Pejdl is, őt is fenyegették, és végül 19 őszén ő is elmegy Budapestről. Nincs egyedül, sokan mennek el ekkor. Ő is elmegy, és akkor jön haza 1921 végén, amikor az itthon maradt szociáldemokraták, mint a Peyer Károly, a Bethlennel megkötik azt a paktumot, Bethlen-Peyer paktumnak hívják, amely biztosította a szociáldemokrácia számára egy bizonyos keretek között a parlamenti képviseletet és a részvételt a magyar politikai életben a két háború között. Akkor jön haza Peyl, és tulajdonképpen innentől kezdődően, amíg vissza nem vonul, és ez 1931-ben következik be, addig a 20-as években a szociáldemokrata pártnak második számú vezetője. Parlamenti képviselő, szakszervezetben befolyásos ember. 31 után azonban, noha még nem nagyon idős, hiszen még éppen 60 éves sincs, tehát tulajdonképpen működhetne, úgy gondolta, hogy a politikából kivette a részét, visszavonult, és a továbbiakban háttérben csak mint szövetkezeti vezető, a munkás fogyasztási szövetkezeteknek az irányítgatásában vett részt, ami egy abszolút politikamentes tevékenység volt. A munkás vezető után, Pejl Gyula után következett egy kicsit kalandosabb beállítottságú miniszterelnök, Friedrich István, aki egy középpolgári családba született, mérnöknek tanult részben a Budapesti Egyetemen, részben Berlinben, és dolgozni is Németországban kezdett egy elektromos társaságnál mérnökként. Nyilván gyűjtött valamennyi pénzt, hazajött, és előbb egy járműjavítót működtetett, mint vezető, majd ezt meg is vette, és egy ilyen kisebb gyárat csinált Mátyásföldön, és azt működtette. Tehát egy mérnök, kis gyár, üzemvezető. Emellett politikailag is kezd aktivizálódni, a függetlenség és a 48-as pártnak a híve, és ebben a minőségében kerül közel Károlyi Mihályhoz. Az első világháború alatt egyik azoknak, akik Károlyival együtt az Egyesült Államokba tesznek egy körutat. A világháborúban sokakkal együtt és másokkal együtt a fronton van, tüzérfőhadnagy, és amikor onnan hazajön, akkor csatlakozik Károlyi Mihályhoz 1918 őszén, és ő lesz a Károlyi kormányban a hadügyminisztériumnak az egyik államtitkára. Erről a tevékenységről túl sokat nem tudok mondani, a hadügyminiszterek váltották egymást, nagy
tevékenység vagy nagy esemény nem fűződik a nevéhez. Viszont a tanácsköztársaság alatt, amikor ő is itthon van Budapesten, nem megy el külföldre, sokaktól eltérően, akkor aktív és egy ellenforradalmi tanácsköztársaság ellenes tevékenységeket szervez, csoportokat próbál létrehozni, nem csinálnak semmit, de minden esetre szervezkednek. És ez a fajta szervezkedés, ez a Fehér Ház az, amely Friedrichnek a vezetésével és a románoknak a közreműködésével megbuktatja Peidlet, és Friedrich beül egyszerűen a miniszterelnöki székbe. Tehát a legitimitása problematikus volt, amin úgy próbált segíteni, hogy Habsburg Józsefet, az itt lévő Habsburg Józsefkel nevezteti ki magát, és ő Habsburg József ezt abban, hát ugye ő régens volt, tehát őt még IV. Károly kinevezte királyi helytartóval 1918 őszén ebben a minőségében, és az volt az elgondolásuk, hogy IV. Károlyt, a Habsburg uralkodót vissza fogják hozni majd Magyarországra. Ez a beállítottsága Friedrichnek és a kormánynak nem tett jót, az antant hatalmak nem gondolták semmilyen körülmények között, hogy Magyarországon Habsburg uralkodó lehet, és ezért nem nagyon támogatták Friedrichet, hanem 1919. novemberben ide küldtek egy megbízottat Clerc személyében, aki egy koalíciós kormányt hozott össze, és ez Friedrich miniszterelnökségének a végét jelentette. A 20-as években különböző pártokban működik, ez ilyen jobboldali, jobboldali radikális keresztény pártokban, de akármelyikben is van, alapjellemzője mindig, hogy a Bethlen kormányzatot és Bethlen személy szerint jobbról bírálja. A II. Világháborút megéri, és 1951-ben a Grösz pernek az egyik vádlottja, egy mellékszereplője. Grösz, mint tudják, a kalocsai érsek volt, és a mindszenti letartóztatása után a katolikus felső papságot lépésről lépésre próbálták kikapcsolni, legalábbis azokat, akik nem paríroztak Rákosinak, illetve az akkori rendszernek, és ez ebben a letartóztatási hullámban Friedrichet is utoléri a sorsa. Annyit lehet róla tudni, hogy a Váci börtönbe kerül, feltehetően ott is halt meg, és feltehetően 51-be, de olyan adat is van, hogy 1958-ban. Senki nem kutatta, annál az oknál fogva valószínűleg annyira nem volt egy jelentős politikus, hogy valaki ennek utána megyen, mert bizonyára a Váci börtönnek a halotti anyakönyveiben, ha ott halt meg, akkor megtalálható. De mondom, az életrajzi, magyar életrajzi lexikonban 1958-as dátum szerepel halálesetként. Huszár Károly. Ő volt az Huszár Károly, akit 1919. novemberében, amikor a Clerc itt van, akkor kiválaszt miniszterelnöknek, vagy a többiek kiválasztják, és Clerc elfogadja. Egy kispolgári családból származott, és tanítói oklevelet szerzett. A tanítóság nem volt akkor annyira megbecsült szakma, mint most, tehát érettségizni se kellett hozzá, hanem vagy a négy polgári, vagy a négy gimnázium után lehetett menni tanítóképzőbe, és aki azt elvégezte, az már tekintetes úr volt, de nem nagyságos, mint ahogy a jegyző vagy a főszolgabíró, és pláne nem méltóságos vagy kegyelmes, mint akik fölfele voltak. Egy egyszerű falusi tanító volt Huszár Károly, viszont valószínűleg, hogy benne is mozgott valami szándék, tehetség, és bekapcsolódott korán a akkor szerveződő katolikus politikai mozgalomba. A Magyar Katolikus Egyház 1895-ben hozza létre a saját pártját, a Néppártot, így hívják, katolikus néppárt, és ő annak a helyi szervezője lesz, és előbb cikkeket írkál a katolikus újságokba, majd rábíznak az egyik katolikus újságnak a vezetését is. A háborúban 10-től már képviselő, bent van a parlament. A katolikus néppárt képviseletében. A háborúban ő is frontszolgálatot teljesít, de mint nem érettségizett ember, csak őrmesterként. Tehát ahhoz, hogy valaki tiszt legyen hadnagy, ahhoz az érettségi kellett előtte, nem lehetett előléptetni tisztét, tehát őrmesterként. És hazajön a Friedrich kormányba vallás- és közoktatásügyi miniszter, és 1920-ban látják kormányfő. Talán feltűnt már, hogy itt az elején a Peidlet egy munkás volt, a Friedrich egy középpolgár, a Huszár az meg egy kispolgári eredetű, tehát egyikük se arisztokrata, egyikük se a magas társadalomból jön, hanem alulról, aminek az az oka, hogy a háború alatt, a háború végére a magyar felső vezető réteg meglehetősen hitelvesztetté vált, vagy legalábbis nem örvendett túlságos rokonszemnek ebben az időszakban, és Andrássy Gyulának a felesége a naplójában is jegyezte, hogy ránk jár a rúd, mármint az arisztokráciára abban az időszakban. Amiután 1920. március 15-ében egy új kormányfő jön, mert egy átmeneti ember, utána a parlamenti képviselőként keresztényszocialista legitimista 1928-ig, 28-ban pedig, és ez mutatja a Hortéknak és a
katolikus egyház megbecsülését is, kinevezik az OTI elnökévé, az Országos Társadalombiztosítási Intézet, amely az akkor, hát nem kialakulóban levő, hanem akkor megerősödő és akkor már terjeszkedő társadalombiztosításnak a fő szerve. Majdnem ma is van egy ilyen, csak lehet, hogy nem pont így hívják, de ez az OTI, vagy a mai OTI, az OTI, az onnan jön tulajdonképpen. Annak volt a vezetője, ami ott a Fiumei úton van, vagy volt valamikor a központjuk, ahol megmondták, hogy a nyugdíj mennyi. És most már lehet, hogy nem ott van. Most is ott van, igen. És egyben felsőházi tag is volt, úgyhogy Horthy kinevezte felsőházi tagnak, tehát benne maradt. 34-től ő is visszavonul, 60 év körüli életkorban. Friedrich után egy ügyvéd következik a miniszterelnöki poszton, de ő is nagyon rövid ideig, ahogy látják, 20 március 15-től július 19-ig, ő egy a legidősebb a két háború közötti miniszterelnökök közül, még 64-ben a kiegyezés előtt született, Állam és Jogtudományi Egyetemet végzett, és ügyvédként dolgozik Budapesten. Politikai tevékenységet nagyon nem végez, noha 1901-től 18-ig néppárti képviselő is, de valójában inkább az ügyvédi tevékenységével foglalkozik. Parlamenti képviselőként nagy tevékenység vagy nagy esemény nem fűződik a nevéhez. A Tanácsköztársaság alatt ő is itt van, és mint képviselő sokakkal együtt letartóztatják, és túszként néhány napig fogva tartják. Ez a Tanácsköztársaságnak egy olyan intézkedése volt, amivel úgymond az ellenforradalmat akarta elejét venni, hogy letartóztatunk egy fél száz vezető személyiséget túszként azzal, hogy ha ellenforradalmat csinálnak valahol, akkor ők bánják, ők rajtuk fogják elverni a port. Ez nem történt meg, de minden esetre bent volt a Tanácsköztársaságot, és számára is ez egy jó bizonyítvány volt a későbbiekre. Azért lesz 1920-ban miniszterelnök, mert a trianoni békeszerződés aláírása következik, és a Simonyi Semmadám, akinek nem voltak politikai ambíciói, úgy tűnt, hogy megfelelő lesz erre a feladatra, hogy ezt a békeszerződést aláírja, és akkor utána visszavonul. Mint ahogyan akik aláírták, a miniszterek, Benárd Ágoston, Rassel Lázár Alfét, ők is visszavonultak. Tehát ezt egy olyan szégyennek fogták föl akkor, hogy aki ezt aláírta, hogy utána az a politikai életbe nem szerepelhet. És ez lett Simonyi Semmadámnak is a sorsa, sikeres ügyvédi tevékenységet és kicsit közgazdaságit is folytat, sikeres ügyvédeket már akkor is előszeretettel választották be olyan igazgató tanácsokba, ahol az ott ülésért és a tanácsokért hát szép jövedelmet lehetett kapni. 1920-ban Simonyi Semmadámot Teleki Pál követi. Úgy volt, hogy Bethlen István fogja követni, Bethlen azonban nem sikerült egy olyan kormányt összehozni, amit ő elgondolt, visszaadta, és így esett a választás Teleki Pálra, aki ugye az első arisztokrata ebbe a sorba. A középpolgárság, kispolgárság, az alsó és a középső rétegek képviselő után, mindkét, illetve egyik ágon a széki telekiek leszármazottja, annak a Teleki Mihálynak, aki valamikor Erdély kancellárja volt, az apja a miniszter is volt, viszont érdekes módon az anyja Muráti Irén egy örmény, görög, katolikus, tehetős, kereskedő családnak a leánya. Teleki nagyon sokoldalúan, sok irányba érdeklődik. Az állam és jogtudományi karra jár, azt el is végzi, de ugyanakkor földrajz iránt érdeklődik. Földrajzot is tanul, néprajzot is tanul, közgazdaságtudományt is tanul. Tehát sok minden érdekelte. Érdekelte egy kicsit a politika is, úgyhogy 1905 és 10 között, amikor van a Nemzeti Koalíciónak az időszaka a 67-es politikusokkal szembe, akkor ő is belép, a parlamenti képviselő lesz, de aztán utána megunja, visszavonul, és elmegy a világ különböző részeire, térképészeti munkákat csinál. Azt hiszem, hogy 1909-ben jelenik meg a japán szigetekről írott nagy munkája, amivel nem az egész világon, de mondjuk a szakmai körökben, a világban ismertséget szerez magának is, mint földrajztudóst tartják számon, és ezért lesz 1913-ban az akadémia levelező tagja. 1915-től a háború, ő egészségileg neki súlyos problémái vannak bizonyos szempontból, tehát ezt most nem akarom részletezni, de ha már belekaptam, akkor mégiscsak elmondom, vizelési problémái voltak, aminek nem tudom az orvosi szaknyelvét és egy állandó egy készüléket kellett magánál hordani, tehát ez nem tette őt alkalmassá arra, hogy katonaként bevonuljon a frontra, ezért nem vonult be, hanem itthon van képviselő, és az Országos Hadigondozó Hivatalnak lesz az elnök, ez az OHH,
amely a frontról hazatérő sebesültek, illetve rokkantaknak a gondozásával foglalkozik. A szociálpolitika ekkor is és később is nagyon nagy mértékben érdekelte Telekit. Sok minden más is érdekelte, mint térképész 18-19-ben ő a béke előkészítésnek az egyik vezetője, Betlen mellett, és a földrajzi munkákat ő koordinálja. A leghíresebb munkája, amit ekkor gyártanak, az úgynevezett vörös térkép, amely Magyarország etnikai térképe volt, olyan etnikai térkép, amelyen vörös színnel jelölték a magyarokat, és pasztel színekkel a nemzetiségieket, amiből az következett, hogy a magyar, noha csak 50%-a volt a lakosságnak, nagyon dominánsan jelent meg ezen a térképen. Párizsban van 1920-ban a békedelegáció egyik főmegbizottja, és onnan, amikor hazatér, akkor júliusban lesz miniszterelnök, és 1921 áprilisáig tölti be ezt a posztot, amikor le kell mondania, vagy lemond, mégpedig azért, mert IV. Károly első visszatérési kísérletében egy homályos szerepet játszott. A homályos szerep az abból áll, hogy ugye véletlenül az egész arisztokrata társaság legitimista része az a Dél-Dunántúlon vadászott húsvétkor, ahova megérkezett IV. Károly repülőgépen. És közölte, de ezt többen tudták, hogy megy Budára és átveszi a hatalmat, mint koronás királya Magyarországnak. Mi megtartottuk államformaként, királyság voltunk, csak nem volt királyunk. Hogy megy oda, és egyszerre indultak Telekivel autóval, a IV. Károly az egyik autóval, a Teleki meg a másik autóval, és az lett volna a Telekinek a feladata, hogy értesítse Hortit, hogy ne érje meglepetés. És a IV. Károly előbb ért a várba, mint Teleki. Telekinek állítólag elromlott az autója, kidurrant a kereke, és ennek a, már az autóé, nem a Telekié, és ennek következtében IV. Károlynak sikerült Hortit nagyon meglepnie. Hosszú beszélgetés lett belőle, és itt ez tisztázatlan volt, hogy jó, hát ha elromlott az autó, akkor már kitalálták a telefont, akkor miért nem telefonált? Vagy valamilyen módon fölül egy parasztalóra, az is előbb fölér akkor, mint egy. Akkor az autók még egy ilyen 40 km-es sebességgel kocogtak, tehát nem 160-nal, meg autópálya nem volt. Úgyhogy itt egy olyan szerepe volt, ami bizonytalan, és ez a lemondásnak az oka. 1921 után visszavonul a politikai élettől, különböző dolgokat csinál, cserkészetet, szakért, és erre majd még vissza fogok térni, mert ahogy mondottam, ő az, aki kétszer is volt miniszterelnök. És ezután jön az egész korszaknak a meghatározó egyénisége, miniszterelnöke, Betlen István, aki a Horthy korszaknak tulajdonképpen politikai értelemben fazont adott, és az intézményrendszerét restaurálta, kialakította. Ő mindkét ágon erdélyi nagybirtokos családból származik, részben a betleni betlenek, részben pedig a telekiek, ugyancsak a széki telekiek ágából. Ennek következtében fejedelem nem, de kancellár, miniszter, honvédezredes, ami elképzelhető, az minden van a fölmenők között, és a Betlen maga is erre készül, hogy ő is politikus lesz. Bécsben tanul a Teréziánumban, és amikor onnan hazatér, 5000 holdas birtokos, az nem olyan nagy, magyarországi mérettel, erdélyi mérettel elég jelentős, és akkor ott a birtokait igazgatja Erdélybe, Marosvásárhely mellett, mezőségen, és 1901-től képviselő a parlamentben. Több párda megfordul, de a nézetei azok nagyjából ugyanazok, és ezek a nézetek általában Erdéllyel kapcsolatosak. Az egyike azoknak, vagy talán a leginkább ő az, aki figyelmeztet már akkor, hogy Erdélynek a sorsa a tét, és ha egy válságos helyzet következik, akkor bármit mondanak is most a románok, a céljuk az lesz, hogy Erdélyt elszakítsák és a román királysággal egyesítsék. És ez egy ilyen kasszandrai jóslatok voltak, amiket ő akkor a parlamentben elmondott, és Tisza és a többiek nem nagyon hittek el neki. Úgyhogy különböző beosztásokban parlamenti képviselő, háborúban huszárfőhadnagy, tartalékos huszárfőhadnagyként orosz fronton is van, szerbiai fronton is van, ami egy életre szóló élmény számára, és 1941-ben, amikor a Horthy a háborúba való belépést fontolgatja, akkor többek között az ő galíciai téli tapasztalataira hivatkozva mondja Horthynak, hogy ne tedd, ne lépj be, én voltam ott, tudom, hogy az orosz tél milyen, ott fog elpusztulni a hadseregünk. És hát ez is megtörtént. 1921-től 31-ig miniszterelnök, és hát ez alatt az időszak alatt csinál jót is, csinál olyat is, ami a mai demokrata ízlésünknek nem teljesen felel meg, mert a választójogot korlátozza, és egy olyan konstrukciót alakít ki, amely stabil, de az alapjai, és jó dolgokat is csinálnak, de az alapjai antidemokratikusak kétségkívül. De ami utána következett, ahhoz képest mégiscsak jó volt meg, ami előtte is történt, úgyhogy
1931 és 39 között parlamenti képviselő, és továbbra is ennek a konzervatív-liberális politikai tábornak az egyik vezéralakja. 39-ben, amikor titkossá teszik a választójogot mindenhol, addig csak a városokban volt titkos, a vidéki körzetekben, falvakban nyílt volt a választójog, ezt a Bethlen kreálmánya volt, Horthy Jóvá hagyásával, akkor visszalép. Nem vállalja a nyílt küzdelemben titkos szavazás mellett a parlamenti képviselőséget, mert a hangulat olyan 39-ben Magyarországon, hogy egy Bethlent, egy arisztokratát, egy volt miniszterelnököt nem választanak meg. A hangulat olyan, ahogy Bethlen maga mondja, hogy egy olyan időszakban, amikor, megpróbálom pontosan idézni, reggelire megeszik a zsidó nagytőkést, vagy reggelire megeszik a magyar nagybirtokos, délre a zsidó nagytőkést, és akkor este még mindazt a földet szétosztják, ami nem az övék, a ellenzék. Ilyen helyzetben ő nem tud parlamenti képviselő lenni, és akkor felsőházi tagként nevezik ki Horthy, és a továbbiakban felsőházi tagként működik, nem nagy aktivitással. 1941-44 között a németellenes ellenzék vezetője, Horthyt próbálja befolyásolni, utólag úgy látjuk, hogy mindig jó irányba, és mindig sikertelenül. 1944 tavaszán bujkál, a németek keresik, különböző helyeken bujkál, és aztán végül föladja magát az oroszoknak 44 decemberében, akik előbb Magyarországon háziőrizetet tartják, majd 45 áprilisától Moszkvában, és ott hal meg 1946 októberében. Az újra temetése 93-ban azt hiszem volt a Budapesten. Következő miniszterelnök ismét egy arisztokrata, a közép kategóriák után jönnek az arisztokraták, ugye Teleki, Bethlen, Kár, visszatér a normalitás, ugye akik a magyar vezető elitnek a tagjai, Károly Gyula, gazdag nagybirtokos család, nem 5000 hold, hanem több mint 50 000 holdja van, Arad megyében is, és itt valahol Kelet-Magyarországon is van, Szabolcs-Szatmárvár megyében is van neki több mint 10000 holdja. Jogi tanulmányokat végez ő is, és jogász is lesz, de soha nem gyakorolja. 1905-től főrendként, mint arisztokrata, a felsőháznak a tagja. 1905 és 10 között ő is a koalíciónak a támogatója, Telekihez hasonlóan, a Nemzeti Koalíció, és akkor főispánságot vállal Aradvár megyében, háborúba ő is bevonul, frontszolgálat, huszárhadnagy, persze ezt a frontszolgálatot nem úgy kell elképzelni, hogy csapattisztek. Ként az első vonalakban harcolnak, mert ezek azért valamennyien tartalékos tisztek, tehát nem egy profi csapat vezénylésre képzett tisztek, hanem ilyen, a tartalékos akkor is azt jelentette, most már nem, mert most már abszolút nincsen, csak profik vannak, mint tudjuk, de amikor még mi voltunk fiatalok, akkor mi is, amikor 11 éves, mit tudom én, mi volt, vagy 11 hónapos előfelvételisként, lehetett utána menni tanulni, hát az nem egészen az volt, mint amit mondjuk a mellettünk gyakorlatozó orosz katonák csináltak, például egy lőgyakorlaton, tehát ez a 11 hónapos, és úgy lettünk tartalékos hadnagyok, amikor befejeztük. Ő is, tehát ezek csapat, parancsőrtisztek voltak általában, vagy segédtisztek voltak, tehát a törzsnél voltak, és akkor fölültek a lóra, vagy a gépkocsira, és vitték a parancsot ide, vagy oda, és azt a szerencséjük volt, akkor nem találták el őket útközben. 20-as éve, 1919. május 5-én ő is alakít egy ellenforradalmi kormányt, több is alakul ilyen, de ő alakít egyet Aradon, és ebből lesz azután később a szegedi ellenforradalmi kormány, amit ő ott Károly Aradon megcsinált. 1919 után visszavonult alén, itt Szabolcs-Szatmár megyében az aradi birtokait azokat elveszítette, és amikor a Bethlen lemondásra kényszerül a gazdasági válság időszakában és a kiéleződött szociális problémák miatt, akkor Károly Gyula lesz a miniszterelnök. Két jelölt van, Gömbös és Károly. És Bethlen is, de Horthy is, és különösképpen Bethlen inkább a konzervatív Károly Gyula felé hajlik, mint sem a radikális Gömbös Gyula irányába. De nagyon gyorsan elege lesz a kormányfőségből, ugye a napi munkával, az ügyes-bajos dolgokkal, a feleknek a fogadáshoz, nem ehhez volt szokva. Ő ennél egy kényelmesebb életet élt, és amikor fölbosszantották egyszer, akkor közölte Horthyval, hogy eddig és nem tovább. És visszavonul a kelet-magyarországi birtokra is, mert felsőházi tag néha megjelen a felsőházba, de gyakorlatilag itt él valahol Szabolcs megyében, hogy pontosan hol, azt nem nyomoztam ki. Károly Gyula után következik ő egy karakteres figura, és ismét nem egy arisztokrata, Gömbös Gyula. Aki kispolgári paraszti családból származik, bizonytalan, hogy az apa nemesi származás volt, vagy nem volt nemesi származás, Gömbös használta a jákfai nevet, előnevet. Tanító volt egyébként Murgán Dunántúlon a
az apa, az anya pedig egy sváb gazdag paraszti, jómódú paraszti családnak az anyja, tehát nem egy felső régióból származott. Katonatisztnek adták tanulni, ami ingyenességet biztosított. Nem volt túlságosan jó tanuló, de energikus volt és szeretett vezérkedni már, amikor kadét volt akkor is. A pécsi hadaprodiskolába végzett egyébként, háborúba frontszolgálat, és 1918-ra ér el a századosi címet. Vannak, akik ennél jobb előmenetel tanúsítanak, és jobban dekorálják őket, majd látni fogunk ilyeneket, különösebb hőstettet Gömbös nem vitt végbe. Viszont 1918 őszén a Károlyi forradalom után a Budapesten a ott lévő tisztekből ő szervezi meg a Magyar Országos Véderőegyletet, a MUV-t, aminek az lenne a célja, hogy a Károlyi kormány erőtlen határvédelmi vagy területvédő politikájával szemben hát valamiféle komoly fegyveres ellenállást tanúsítsanak, vagy próbálnak szervezni, de a szervezésnél tovább nem jutottak, illetve a MOVEN megalakításánál, de ez a tevékenység minden esetre fölhívja a figyelmet magára, és le akarják a Károlyék tartóztatni, ezért 1919. februárban elmegy Bécsbe. És ott bevárja, amíg a tanácsköztársaság kikiáltása után mások is jelentkeznek majd Bécsben. Itt Bethlennel működik együtt Bécsben, és őt küldik le Szegedre, mint a bécsi antibolsevista komiténak, amit a Bethlen szervez meg Bécsben, ennek a képviselőjét Szegedre, Telekivel együtt, és Teleki így lesz külügyminiszter a szegedi ellenforradalmi kormányban, Teleki Pál, Gömbös pedig a hadügyminisztériumnak az államtitkára. És így kerül szorosabb kapcsolatba Horthy Miklóssal, aki a hadügyminiszter ott, illetve majd a nemzeti hadseregnek a parancsnoka, és ezzel tulajdonképpen a karrier meg van alapozva. Jókor kell lenni jó helyen, tehát a Gömbös is ezt tette. A 20-as években Bethlen ellenzékéhez tartozik, jobbról bírálja, markánsan bírálja Bethlent, részben a földbirtok politikája miatt, részben a választójog miatt is, de legfőképpen azért, mert úgy gondolja, hogy Bethlen a zsidó kérdésben puha, vagyis nem eléggé hoz antiszemita rendelkezéseket, ellenkezőleg még a numerus clausust is enyhítik, ami egy ilyen korlátozás volt a felsőoktatásban. Úgyhogy ő a fajvédőpártnak a vezetője 23-tól, és 1928-ig bírálja, támadja Bethlent. Viszont egyre inkább látszik a 20-as évek második felébe, hogy a bethleni konszolidáció sikeres lesz, az a szociális problémák kezdenek megszűnni, a menekülteket a vagonlakásokból házakba teszik, van munka, kaptak kis parcellát a parasztok, tehát van valamiféle megnyugvás ahhoz képest, mint a 20-as évek elején volt, és a Gömbös észrevette, hogy itt a szociális demagógiának nincs többé olyan talaja, mint a 20-as évek elején volt. Feloszlatja a pártját, és belép a Bethlen kormányba a hadügyi államtitkárként. Majd 1929-től honvédelmi miniszter lesz. És hát innentől kezdődően várható, hogy előbb vagy utóbb az érre fog kerülni, és a 30-as évek a jobbra tolódás időszaka, ezért kerül ő már 32-ben lesz miniszterelnök, és az ő időszaka alatt is ez valamilyen mértékben folytatódik. 1936-ig 4 éven át kormányfő, nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha tovább él, de ő meg vese elégtelensége vagy vese problémák következtében természetes halált halt 1936-ban. A következő Darányi Kálmán. Hát ő egy keresztény felső középosztály, hogy mi a keresztény, ezt nem kell magyarázni, tehát ezt tudjuk, de a felső középosztály az azt akartam ezzel mondani, hogy középosztályba lehet sorolni mondjuk egy nyíregyházi ügyvédet is, vagy egy középiskolai tanárt is. De felső középosztályban nem. A felső középosztályban minisztériumi főtisztviselők, államtitkárok, típusú emberek tartoznak, és az ő családja, a háttere az ez a kategória volt. Jogi tanul, tehát a Darányi Ignác miniszter az nagybátyja volt a 19. század végén. Ez azért fontos, ugye, mert abból, hogy kiből mi lesz, normális esetben abban nagyon számít az, hogy mi a szocializációja, mi a családi network. Ugye kivel vagyunk olyan viszonyban, hogy homo novusként forradalmi helyzetekben lehet egy korzikai tüzértisztből Napóleon, vagy mit tudom én, Kossuth Lajosból az ország kormányzója, de úgy normális állapotokban ez nem szokott bekövetkezni. Úgyhogy a Darányi úgy indul, de nem egy nagy tehetség, és ezért a pályája a közigazgatásban lépésről lépésre halad előre, minisztériumi fogalmazó, járási főszolgabíró, vármegyei főjegyző, lassan halad előre, háborúban frontszolgálat, majd 17-től főispán, 18-19-ben nem csinál semmit, 1920-27-ben a bethleni konszolidáció, ismét főispán, ez tipikusan a második vonal,
a politikai vezető rétegnek vagy az elitnek a második vonala. Nem miniszter, nem államtitkár, nem nincs jelen a nagy diplomáciai fogadásokon, a nagy eseményeken, hanem a megyében első számú vezető és az ottani megyei elitnek a tiszteletét bírja és azt igazgatja. 27-ben Bethlen beemeli maga mellé, mint jó adminisztrátort, miniszterelnökségi államtitkárnak. De ez azért nem volt egy olyan aktivitás, mint a Lázár János, aki most ugye hasonló pozícióban van. Tehát a Daránya az egy sokkal szelídebb, visszafogottabb ember volt. Erre a feladatra jól megfelelt. Még talán 35-36-ban földművelési miniszternek is, de 36 és 38 között, amikor őt kiválasztják kormányfőnek, ott kiderült róla, hogy nem elég határozott, nem elég invenciós. Vagy a kor volt olyan, hogy nem lehetett az, mert azzal a feladattal választotta őt ki a konzervatív elit, Horthy is, meg Bethlen is, hogy az ország jobbra tolódását és a Németország felé való tartást az fékezze. És nem bírt ennek megfelelni. Tehát ezt elmondta a programbeszédben, de a gyakorlatban tovább ment jobbra. Az első zsidótörvény, a győri program, sok mindenre lehet utalni, és ráadásul annak ellenére, hogy ugye jogi egyetemet végzett, és annak ellenére, hogy az akkori középiskolában mindenki tanult németül, és valamilyen szinten mindenki tudott németül, Darányinak nem sikerült annyira megtanulni a németül, hogy a hadaró és dialektusban beszélő Hitlernek a előadásait is megértse, és fölbosszantott egy ilyen talán Hitlert, hogy hozzanak tolmácsot, mert ez nem érti, hogy én pontosan mit mondok, én meg nem értem, hogy ő mit beszél. Úgyhogy tolmácsra volt szükség, ami ritkaság volt a két világháború közötti magyar miniszterelnökök körében, mert németül mindenki tudott. És amikor őt eltávolítják, akkor jön Imrédi Béla, aki egy érdekes figura több szempontból is, mert először is ugye az eredete nem volt világos. Tehát ő a magyar közgazdasági életbe, bankvilágba beépült nagypolgári családból származott, és így is tartották számon, ugye Y van a neve végén, és az, hogy az ősei között volt valahol a dédapák között, vagy a nagymamák között egy zsidó származású, egy izraelita is, ez nem volt köztudott, és lehet, hogy maga Imréd is se tudta, vagy a család nem tartotta számon. Úgyhogy egy teljesen asszimilálódott és egy integrálódott katolikus beállítottságú, angolbarát, konzervatív ember volt, és azért került Darányi helyére, hogy akkor ő hajtsa végre azt a feladatot, amit Darányi nem tudta, és hogy állítsa le a jobbratolódás folyamatát. Jogi tanulmányokat végzett, és utána pénzügyminisztériumban dolgozott, háború, huszárfőhadnagy, és a 20-as években közgazdasági pozíciók, 28-tól a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, nagyon fiatalon, Gömbösnek pénzügyminisztere, 35-37-ben a Magyar Nemzeti Bank elnöke, ami egy nagyon magas pozíció volt, és ilyen fiatalon akkor nem nagyon szoktak oda kerülni, 27-ben hozták létre a Magyar Nemzeti Bankot, és amikor a Darányival már nagyon elégedetlenek, akkor gondolják Bethlenék azt, hogy ez az angol barát, konzervatív, gazdasági ügyekhez jól értő, fiatal embert tesszük meg miniszterelnöknek. És vele ugyanúgy járnak, mint a Darányival, hogy rövid idő múlva az Imrédi is jobbra megy, és ez mindig egy kérdés, és tulajdonképpen az életre az írónak kell eldönteni, ha vele foglalkozik, hogy ez azért van, mert puha, vagy azért van, mert a viszonyok olyanok, hogy nem lehet más tenni. Hát például gazdasági szempontból annyira Németország köldök zsinórján függött akkor Magyarország, hogyha tehát a német piacra annyira szüksége volt a magyar agrármezőgazdaságnak, hogyha németek azt mondják, hogy holnaptól nem veszük át a magyar marhát, zsírt, sertést, meg a gabonát, akkor a magyar gazdaság két hét alatt összeomlik, és a parasztok, szóval súlyos helyzet állt volna elő. Ugye ez tehát egy olyan eszköz volt, amit figyelembe kellett venni. Másfelől Imrédiben volt egy szociális érzék is, és azt is látta, hogy a parasztság mennyire szeretne földet, és mennyire nem kap földet. És akkor meghirdette, hogy a nagybirtokokat meg kell nyírbálni. Zsidó ellenes is, zsidó antiszemita törvényt is előterjeszt. Tehát mind olyanokat csinál, ami nem tetszik a konzervatív elitnek, ezért valaki a demokratikus ellenzékből, Rassai Károly és a környezete, kikutatja, hogy Csehországot az ősök között van egy zsidó származású is. És erre hivatkozva mondatják le Horthynál, nem arra, hogy a politikája rossz volt, vagy más kell csinálni, hanem zsidó származás van, vagy zsidó izraelita van az ősök között, ilyen nem lehet Magyarország miniszterelnöke. És akkor az Imrédi bukott, és innentől kezdődően
szélsőjobban működik minden tekintetben, és a konzervatív elitet, Bethlent is, Hortit is támadja. 1944-ben alakít egy pártot is, a Magyar Megújulás pártja, és 44-ben a Sztójai kormánynak a közgazdasági minisztere, ami ugye azt jelenti, hogy a németek által kinevezett kormányban vállal egy csúcs gazdasági miniszteri posztot. De mégis azt mondom, hogy azért volt benne tartás is, mert amikor 1944 júniusában, lehet, hogy nem is akármilyen, júniusában a leggazdagabb 50 zsidó család, a Weissmann-Fried, a Corin, Kornfeld, meg a többiek megállapodnak az SS-szel, hogy a gyáraikat 25 évre átadják az SS-nek teljes használatra, a távozásuk fejében, a szabad távozásuk fejében és a vihető értékeik elvitelével. Amikor ez Imrédi ezt megtudja, hogy ez megtörténik, és meg is történt, akkor lemondott erre hivatkozva, hogy ezek után ő nem kíván miniszter lenni. Hát a végét tudják, ő az első miniszterelnökünk, akit 1946-ban kivégeztek. Imrédi után jön ismét Teleki Pál, aki, ahogy mondtam, a 20-as években egyetemi tanár, a Közgazdaságtudományi Egyetem dékánja, aztán rektor is egy időben, a Ötvös Kollégiumnak a kurátora, ami egy ilyen elitképző, tanárképző az Ötvös Kollégium, 1895-től működik. Néha képvisel, a cserkész mozgalom vezetője tulajdonképpen, ez egy fontos dolog, szeretett beöltözni cserkész ruhába, és a cserkészekkel hogy játszadozni. Ő szervezte a gödöllői dzsemborit a 30-as évek elején, és amikor megy a delegáció külföldre, akkor ő is mindig megy beöltözve, kalapba, rövid nadrágba, és a többi. Úgyhogy egy ilyen, a Bethlen szokta róla mondani, hogy nem nőtt ki az indián történeteknek a helyzetből. Winnetou szeret játszani továbbra is. De ez egy rossz indulatú megjegyzés volt a Bethlen részéről. De mint földrajztudós valaki, 24-25-ben a Népszövetség szakértőjeként abban a térségben tevékenykedik, ami ma is egy konfliktus zóna, Moszulban és a környékén, hogy a kurd vidék az hova tartozzon. Ugye ott mandátumterületek voltak, de onnantól kezdődően probléma ez, és akkor ott szakért arról, hogy a kurdok kicsodák, a síták kicsodák, és hogy milyen gazdasági kincsek vannak ott. Ő alakítja az Országos Táj és Népkutató Intézetet 1938-ban, ami a falukutatásnak volt egy irányító szervezete, és 38-39-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter lesz. És, hogy rosszat is mondjak róla, ebben a minőségében dolgozza ki, részben személy szerint, vagy dolgoztatja ki, terjesztében is fogadtatja el a második zsidó törvényt, amely a zsidókat már nem vallási kategóriaként, hanem származási kategóriaként és faji kategóriaként kezeli. És ez az, ami a mai megítélését is, ami miatt a budai várban nem lehetett neki szobra. 30-tól, tehát vallás és közoktatási miniszter, és 39-től 41-ig pedig miniszterelnök. Ebben az időszakban kerül vissza Kárpátalja, ebben az időszakban kerül vissza Észak-Erdély, amit Teleki általában elég indignálódottan vesz tudomásul, mert elég okos ahhoz, hogy lássa, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezek tartós megoldások, csak nehogy még rosszabbul járjunk a háború végén. Nem hisz a németeknek a győzelmében, eltérően az elődeitől. És az óriási dilemma, ugye 1941 tavaszán németek elhatározzák Jugoszláviának a megtámadását, és Magyarországnak is kérik a részvételét. És Telekit abban a dilemmában, a Hitler fölajánlja, hogy ezt meg ezeket a területeket visszakapja, Magyarország a részt vesz. Most erre azt kell mondani, hogy a bácskát, nem veszük vissza a bácskát. Ugye ez egy nagyon nehéz helyzet. Miután az angolok közölték a diplomáciai úton Telekivel, hogyha a németeket átengedik, akkor az a diplomáciai kapcsolatok megszűnése Magyarország, ha pedig a magyarok részt vesznek, akkor azt hadüzenetnek tekintik. És ezt a helyzetet Teleki lelkileg nem tudta földolgozni, összeroppant és öngyilkos lett. Nem először, már 1921-ben, amikor a királykérdés zajlott, akkor is már egyszer fontolgatta az öngyilkosságot, mert ugye ott is egy lojalitási dilemmába került, hogy kivel legyen lojális, a királlyal vagy a Hortival. Egyszer a kettővel nem lehet. Vagy a király, és ott is ezt már fontolgatta, itt a családban volt, Teleki László is öngyilkos lett, 1865-ben azt hiszem. Úgyhogy a családban volt egy ilyen vonal, ami ezt nem teszi olyan furcsává, vagy szokatlanná. Bárdossy László, ez egy megint másik karrier, ő is kisnemesi köztviselői jogi egyetem,
De innentől kezdve nem közigazgatás, nem parlamenti életpálya, mint amit a többiek csináltak, hanem a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium tisztviselője 1921-ig, majd 30-ig a Külügyminisztériumnak a tisztviselője, jól tud nyelveket. Tehát eltérően Darányitól, németül és angolul is jól tudott, és ezért van a külügyminiszteremben, és ezért nevezik ki 30-ba Londonba diplomáciai szolgálatra, ahol a követség előbb második, majd utána első beosztott tisztviselője, tehát nem ő a követ, hanem beosztott diplomata. Bukarestben viszont 30 és 41 között ő Magyarországnak a követe. Utána külügyminiszter lesz nagyon rövid időre a Teleki kormányban, és valószínűleg eddig terjedt az ő látóköre és a kompetenciája, de a Teleki halála után, mikor körülnéztek, hogy ki legyen miniszterelnök, akkor úgy döntöttek, hogy legyen Bárdossy és Horthy, őt nevezik ki miniszterelnöknek, akitől azonban nagyon gyorsan már 42-ben megvált, részben azért, mert ő is a németekkel úgy ítéli meg Bárdossy, hogy a jövő a németeké, a németek fognak győzni, tehát Magyarországnak a németek mellett kell működni, és ez igazából Horthynak se, a konzervatívoknak pedig még kevésbé tetszik, és van egy másik baja is, egy bűne, Horthy szemében nem tudja biztosítani 42 elején a parlament egyhangú támogatását a Horthy István kormányzó helyettesé választásához. Tehát ott a Bárdossy, mint miniszterelnök nem tudta ezeket a különböző érdekeket összeegyeztetni, Horthy megnehezett rá, és fölmentik. A fölmentése után ő is a Imrédihez hasonlóan a szélső jobb oldalon politizál, nem a populáris szálasi féle, vagy a nyilas keresztes féle demagóg politikát, hanem annak egy konszolidáltabb változatát képviseli, ezért hívjuk ezt úrinak, 44-től képviselő, és még a Dunántúlon a nyilas parlamentben is ott van. Tehát vagy a csodafegyverbe hisz, vagy azt gondolja, hogy ha eddig, akkor most már ott maradok, minden esetre ennek következtében azután ő is úgy végzi a sorsát, mint ahogy Imrédi végezte. És akkor kineveznek helyette egy magyar gentrit, aki ugye innen származik, ezt mindenki tudja a környékről, Kállai Miklós, nemesi középbirtokos, jogi tanulmányok, és ő is itt ilyen helyi emberként kezdi, előbb szolgabíró lesz, 18-19-ben passzív, majd Szabolcs megye főispánja, ugyanaz az életpálya kicsit, mint a Darányi Kálmáné, az is ugyanígy ment előre, 29-től képviselő és államtitkár, ő is földművelési miniszter, 37-től felsőházitak, Bethlen híve, és amikor a Bárdossy bukása után keresik, hogy most ki legyen az, aki valóban már távolodik a németektől, aki nem viszi tovább az országot jobb fele, nem csinál újabb zsidó törvényeket, stb. Legyen ez a konzervatív, liberális, semmilyen családból, nemzetségből származó Kállai Miklós. És ő tulajdonképpen be is váltja a hozzáfűzött reményt. Tehát abban, hogy a zsidókat nem deportálták 1944 márciusáig, abban Horthynak is és Kállainak is része van. És abban sem, hogy a magyar politika nem radikalizálódott olyan mértékben, mint korábban, sőt megkezdte a leválást a németekről és a tapogatózást nyugat fele, annyira, hogy egy előzetes fegyverszünetet is sikerült a nyugati hatalmakkal 43-ra összehozni, ami nagyon fontos lett volna akkor, ha az oroszok lassabban jönnek, a szövetségesek meg gyorsabban. És ők érnek ide, a nyugatiak, ők érnek ide először. Abban az esetben ez jó lett volna, fontos lett volna, de nem ez történt. És ezekről a tárgyalásokról persze a németek is tudtak, és ezért határozzák el a németek már 43 végén, hogy Magyarországot meg kell szállni katonailag, mert fönnáll a veszély, hogy Magyarország ki fog ugrani, és akkor egy nehéz helyzetbe hozza a visszavonulóban lévő német frontot. És ezért következik be 44 márciusában a Magyarország megszállása, Kállai a török követségre menekül, majd a háború után amerikai fogság, onnan Olaszországba, és 1955-től az Egyesült Államokban él, 57-ig vesz részt az emigráció munkájába, Magyar Nemzeti Bizottmánynak az egyik vezetője, azt követően úgy ítéli meg, hogy a dolog eldőlt, Magyarország hosszú időszakra, belátható időre a szovjetblokk része, tenni mit nem tudunk, az emigráció munkája értelmetlen, már politikailag, és visszavonul a politikai élettől. A németek Imrédit szeretnék miniszterelnöknek, de Horthy a mondott okok miatt nem járul ahhoz hozzá, hogy Imrédi legyen a miniszterelnök, és így választódik ki Sztójai Döme, aki egy szerb eredetű kispolgári család, ő is katonai pályára lép, ugyanúgy, mint Gömbös, és 1902-ben avatják tiszté, a háborúban vezérkari százados, majd őrnagy, tehát egyel tovább van, mint Gömbös, tanácsköztársaság alatt szolgálatot vállal,
nem ellenforradalom, hanem mint tiszt, a tanács a Vörös Hadseregben szolgál, a hírszerző és a kémelhárító osztálynak a vezetője Budapesten. Ezt nem írják a rovására, mint ahogy senkinek nem írják a rovására Hortiék, ha csak nem, tudnak valamit rábizonyítani, mint Stromfeld Aurora. De általában azok a tisztek, akik csak harcoltak, de nem beszéltek, vagy csak tették a dolgokat, azoknak Horthy megbocsátott, vagy Horthyék, és belőlük lesz a II. Világháborús tábornoki kar jó része, akik a tanácsköztárságban századosként, hadnagyként, főhadnagyként harcoltak. Sztójai Domen az egyike volt ennek, mint a semmi nem történt volna, 19-től is ő a hírszerző osztály vezetője a magyar vezérkaron belül, és 25-33-ban, és itt kap a karrier egy újabb lehetőséget a katonai pálya mellett, elküldik Berlinbe követségi tanácsosnak, katonai atasénak, és ott majd előbb ezredes, majd tábornok, 33-ban hazarendelik rövid időre a minisztériumba, de 35-ben visszaküldik Berlinbe követnek. És egészen 1944-ig ő a berlini követ, jelentései megvannak, és a jelentései ékes bizonyítékai annak, hogy ő egyike azoknak, akik szorgalmazza a német barátságot, a németek melletti kiállást, háborúba való belépést, és a német zsidó politikának az adaptálását Magyarországon. Ezért azután végül ő lesz a miniszterelnök 1944. március 22-én, és augusztus 29-ig maradt kormányfő, amikor Horthy lemondatja, ez alatt az időszak alatt, az ő időszak alatt deportálják a magyarországi zsidóságot, és történik meg a holokauszt. Horthy, mikor Sztójait lemondatja, akkor egy újabb tisztet, háború van, egy újabb hozzá hűnek gondolt és hű is katonatisztet választ ki, egy székelyföldi lófő családból származó, ami egy nemesi kategória, családból származó szegény hátterű gyereket, aki katonai pályát tanul, 10-ben hadnaggyá avatják, és itt a háborúban folyamatos frontszolgálat, és az egyik legnagyobb kitüntetést kapja, a vaskorona rendet, amit kevesen kapnak most, hogy ez a vaskorona rend az ez vagy ez, azt nem tudom megmondani, de ezek közül valamelyik. Úgyhogy ezt meg kellett volna kérdezni valaki Szakály Sándortól, vagy a hozzáértőtől. Tanácsköztársaság alatt ő is szolgálatot vállal, és a hadügyi népbiztosnak, Böhm Vilmosnak a hadsegédje. Nem írják neki sem ezt rovására, 19-20-ban csapatszolgálat, majd vezérkari tiszt, és 21-23-ban a Ludovikán tanítja a leendő honvédtiszteket. Utána ő is Sztójaihoz hasonlóan különböző követségeken katonai atasé. És ez azért jó, mert ezáltal a katonai szakértelem mellett egyfajta diplomáciai tájékozottságot is szerez ő is. És amikor onnan hazajön, akkor különböző magasabb katonai egységeknek a vezérkari főnöke, parancsnoka, és 43-44-ben a keleti fronton szolgáló magyar erőknek a parancsnoka, Szombathelyi, miután Szombathelyi hazajön, ugye a II. Hadsereg pusztulása után, vezérezredesi rang van, ami hát a legmagasabb elérhető rang volt akkor a magyar honvédségben. És ráesik a választás, hogy ő legyen az, aki kivezeti az országot a háborúból, ez sajnos nem sikerül több okból. Amikor a Horthyt lemondatják október 16-án, akkor őnek is le kell lépnie, és azután visszavonult a lén. 1951-ben kitelepítik, ezt mint sokan másokat, tehát több horthyista tábornokot, gyárost, egyebet, aki itthon maradt, kitelepítették. Nagy Imre alatt 54-ben visszajött a kitelepítéséből, és visszavonultságban élt Buda mellett, Budakeszin vagy Budaörsön, egy testvérének vagy valakinek a házában. Megírta az emlékiratait, amely megjelent először Münchenben már a 80-as években talán, ahogy én láttam címmel, majd a rendszerváltás után itthon Budapesten is, tehát hozzáférhető az emlékirat. És az utolsó miniszterelnökük 1944. októberétől Szálasi Ferenc. Örmény, szlovák, magyar eredetű, asszimilálódott, közalkalmazotti család, szintén katonatisztnek tanul, 15-ben avatják hadnagyá, végig frontszolgálat, és ő is megkapja a Lakatoshoz hasonlóan a legnagyobb katonai kitüntetést, a vaskorona rendet. Tehát feltehetően, mint katona, jól működött a fronton. Ezt nem adták akárkinek, pláne ilyen alacsony beosztású tisztnek. 20-as évek elején elvégzi a hadiiskolát, ezáltal lehet valaki vezérkari tiszt, 25-től vezérkari százados, és 30-as évektől úgy érzi, hogy neki a katonai pálya kevés. Politizálni is kell, utat kell mutatni az országnak, és elkezd a társai körében ilyen szélsőjobboldali szervezkedést, amit nem tolerál a hadsereg, úgyhogy a hadseregből el kell távoznia, és miután eltávozott, 35-ben megalakítja a Nemzeti Akarat pártját, amely az egyik
tartósabb működő szélsőjobboldali, mondhatjuk, hogy náci típusú fasiszta szervezet. Később ebből lesz a hungarista mozgalom, a nyilaskeresztes mozgalom, de ez az eredete a Nemzeti Akarat pártja. Emiatt a tevékenységével többször letartóztatják és börtönbe csukják. Tudnélik, ez a Horthy korszakban két politikai kategória volt elfogadhatatlan, és járt érte börtön. Ha valaki kommunista volt, vagy ha valaki szélsőjobboldali fasiszta volt. Mind a kettőt úgy minősítették, hogy ez egy rendszer államellenes felforgató tevékenység, tehát köztörvényesként kezelt. Nem engedélyezték. Úgyhogy börtönben van, de ezáltal csak növekszik a nimbusza a híveinek a körében, és amikor kiszabadul, akkor 40 és 44 között a nyilas mozgalomnak a vezetője, úgyhogy a németekkel kapcsolatban van, a németek ismerik, de második emberként tartják számon. Tehát nem tartják elég komolynak. Mondhatnám azt, hogy és valóban, ha az ember a megnyilatkozásait, a szövegeit olvassa, nehéz szabadulni attól a gondolattól, hogy egy kicsit, mintha, hogy mondjam, na, tehát ha egyel több lenne neki, vagy kevesebb, de ha Paksa Rudolf itt lenne, ő tiltakozna, mert ő szerinte ez egy koherens elgondolásai voltak. Az őrülteknek is vannak koherens elgondolásaik egyébként, tehát ez nem zár ki. Szóval mondjuk a jó indulatot, megszállott volt. Tehát nem azt mondom rá akkor, hogy egy szellemileg beteg ember, hanem azt mondom, hogy egy megszállott volt, egy enyhébb kifejezés. És hát ő rajta múlott, hogy az utolsó percig ellenállt Magyarország 1944-ben. Tehát amikor már Mindszenty is, mindenki azt mondta, hogy föl kell adni, nem érdemes Budapestet szétbombáztatni, nem érdemes tovább ellenállni, stb., mert úgyis az oroszok győznek. Szálasi nem így gondolta, ő az utolsó percig toboroztatott, fiatal Leventéket vitt a frontra, és így tovább. Úgyhogy a sorsa neki is az lett, mint a többieknek. Végére jutottunk a 15 miniszterelnöknek, és akkor most jönne a hátralevő néhány percben néhány összegző megállapítás ezekről a miniszterelnökökről. Ahogy, ha visszaemlékeznek rá, átlagosan nem sok időt töltöttek a Sándor palotában. Ha elosztjuk ezt a 25 évet a 15 vagy 16 emberrel, akkor másfél évet töltöttek ebben az épületben, ami nem nagy. Viszont ez nagyon nagy különbségeket takar, mert ebben benne van a Pejik Gyulának az 6 napja, és benne van Bethlen Istvánnak a 10 éve is. Bethlen volt a leghosszabb ideig regnáló miniszterelnök, és szabályszerűségként állapíthatjuk meg, hogy zavaros átmeneti időkben, így például 19 és 20-ban, vagy 43-44-45-ben rövid időre választódnak ki emberek, és a konszolidáltabb, hosszabb időszakokban pedig több évre. A miniszterelnökök életkora nagyjából egészéből ugyanezt a görbét követte. Átmeneti időkben fiatalabbak választódtak ki, konszolidáltabb időpakban viszont a 30-40 évesek, sőt a még konszolidáltabban a 40-50, sőt 60 évesek, akik miniszterelnökök lesznek. A 15 személyiség közül egyedül Simonyi Semadám Sándor, a 20-as években regnáló miniszterelnök, az ügyvéd, született a kiegyezés előtt 1864-ben, a többiek 1871 és 97 között. Bethlen, Teleki, Károly a 70-es években, a fiatalabbak a 80-as években, sőt a legfiatalabbak, mint Szálasi és Bárdosi pedig a 90-es években, és ők a világháború kezdetére fejezték be a tanulmányaikat, Lakatos Géza is, vagy be sem fejezték. A legfiatalabb hivatalba lépő miniszterelnök egyébként Pejik Gyula volt, aki a Pejik Gyulát 1919. augusztusban eltávolító Friedrich István volt. Ő 36 éves volt abban az időszakban, amikor miniszterelnök lett. De Kun Béla nála is fiatalabb volt, ő azt hiszem csak 31 volt 1919-ben. És azóta is ismerünk példákat arra, hogy fiatalon is valaki lehet. Károlyi Gyula viszont 60 évesen váltotta Bethlen Istvánt a miniszterelnöki poszton 1931-ben. A magyar felsőoktatási struktúrának és a kor szokásainak megfelelően a miniszterelnököknek a túlnyomó többsége, összesen 9-en, tehát több mint fele, a Budapesti Egyetem Állami és Jogtudományi Karán végzett. Akkor nem volt még sem államigazgatási, sem államtudományi, közigazgatási képzés, hanem a jogi egyetemen zajlott ez olyan formában, hogy két alapszigorlatot kellett tenniük a diákoknak, egy államtudományi szigorlatot, ami mai napság az ilyen politológiának felelne meg, illetve strikt jogtudományi szigorlatot, amely az ugyanaz volt akkor, mint ami ez ma is.
nem volt ritka a diplomával rendelkező körében, hogy második diplomát is szereztek, sőt három egyetemre is jártak. Ilyen volt Teleki Pál, aki jog, közgazdaság, földrajz, plusz a Magyaróvári mezőgazdasági főiskolát is elvégezte. Bethlen jogi egyetemen tanult, de a végső vizsgát elmulasztotta, csak ezt az életrajzokban ezt nem hányták általában a szemére, viszont elvégezte a Magyaróvári gazdasági főiskolát is, mint leendő birtokos. Szinte szabálynak számított, hogy a hazai diploma vagy diplomák megszerzése után a leendő miniszterelnökök hosszabb, rövidebb időre külföldi egyetemeken is megfordultak. Ez Kállaival is megtörtént, Telekivel is megtörtént, Bethlennel is megtörtént, Károly Gyulával is, természetesen Pejt Gyulának a tanonc iskola, illetve a vándorút volt az egyetemű, nem járt. Ennek a külföldi utaknak, külföldi tanulmányoknak és a akkori kiváló magyar gimnáziumi nyelvoktatásnak köszönhetően németül mindegyikük jól beszélt, és írt is ugyanezen a nyelven, és többen közülük például Bethlen, Teleki, Imirédi, Kállai, Bárdosi angolul is, és mellette volt, aki még franciául is. Bethlen inkább franciául, angolul a miniszterelnöksége alatt is tanult, a teniszpartnere volt többek között az angol nyelvtanár, tehát hogy ez, de ez, mondjuk ez Hortiról is elmondható. És németül még Pejt Gyula is tudott. Az egyetemről természetesen sok irányba mehetett az út, és lehetett eljutni a miniszterelnökséghez. A nagy és középbirtokosok körében természetesnek számított, hogy hobbiként vagy komolyan gazdálkodtak is. Nem ők instruálták a kocsisokat nyilvánvalóan, de az uradalmi intéző, a gazdatiszt az beszámolt neki reggel, hogy Bethlennek is, hogy ez a munka, ez oda megy, az oda megy, és az általában jóvá hagyta, és nem nagyon szólt bele, de mondjuk azért rajta tartotta a szemét. És ilyen volt Károly Gyula Arad megyében, azután Kállai itt Szabolcs-Szatmár megyében. Bethlennek nem volt birtoka a két világháború között, mert ott maradt az 5000 hold Maros-Torda vármegyében, viszont ez oly mértékben hozzátartozott az életformája, az életéhez, hogy Dunántúlon, Inkén, ami Marcali közelében van, bérelt egy 1500-2000 holdas birtokot egy nagybirtokostól, és azt, mint bérletet, ő működtette, vagy felügyelte ugyanebben a formában, mintha hogy volt egy gazdatisztje, aki az operatív munkát csinálta, és azzal konzultált naponta, hogy amikor lent volt Inkén. Ez általában nyáron történt meg. Ez volt az egyik, tehát, hogy, és akkor parlamenti képviselők is voltak. Az egyik út az volt, hogy a parlamenten keresztül lett valaki miniszterelnök, de ott van a másik út is, a Darányi Kálmáné és a Kállai Miklósé, akik a hivatali ranglétán a állami adminisztráción jártak végig, alul kezdve. Segédfogalmazó, fogalmazó, szolgabíró, főjegyző, alispán, főispán, államtitkár, miniszter. És 50 évesek voltak, mire eljutottak a miniszterségig. Sok ilyen volt, de csak ketten lettek miniszterelnökök, a Kállai és a Darányi. Akik ezt bejárták, azok elég sokan voltak, akik így mentek azután nyugdíjba. Különleges karrier Imrédi Béláé, mert noha ő is végzett a jogi egyetemen, de alapvetően közgazdász volt, közgazdaság életben mozgott, pénzügyi szakember volt, ami a magyar nagybirtokosokról nem mondható, és nagyon jó minőségű lehetett, mert ahogy utaltam rá, a Nemzeti Banknak a vezetőjévé nagyon korán kiválasztották. Bárdosi László megint egy külön eset, ő diplomáciai karriert csinált, és hogyha megmarad a diplomáciai karrier, a diplomáciai pályán, akkor valószínűleg tovább élt volna, mint úgy, hogy miniszterelnök lett, mert ott azután már félig akarva, félig akaratlanul belekényszerült, vagy becsinált olyasmiket, amit nem köszöntek meg neki a második világháború után. Teleki Pál életútja mindenkiétől különbözött, tehát nem tipizálható, mert ezt is végzett, azt is végzett, minden volt tulajdonképpen egy ilyen sokoldalú reneszánsz egyéniség. Nem igazán volt politikusi alkat, mindig akkor nyúltak hozzá, amikor valami válságos helyzet volt, és akkor rá lehetett beszélni, hogy vállalja el, mert csak ő tudja megmenteni az országot. Ő se tudta, de lehetett rá ezzel hatni. Az átmeneti idők fiatalabb évjáratú, rövidebb hivatali idejű és kevésbé iskolázott kormányfőinek életútját még nehezebb tipizálni. 19-20-ban Pejt Gyula egy munkásvezető, Friedrich István egy gyáros, Huszár Károly az tanító, Simonyi Semedám ügyvéd. Tehát itt ezek az emberek nem arra készültek, hogy ők miniszterelnökök lesznek. A helyzet csinált belőlük miniszterelnököt, ahogy mondtam, jó helyen voltak
jó időben, ha egyáltalán hiányzott nekik ez a fajta tevékenység, de ez nem biztos, hogy olyan. Pejik Gyula szerintem meg lett volna az ötnapos miniszterelnökség nélkül is, úgyhogy ez nem biztos, hogy így van. És a másik jól meghatározható csoport ebből a 15 emberből a katonák, akik katonatisztnek készültek, és vagy fölébred bennük a politikus hajlam, mint Gömbösbe és Szálasiba, vagy pedig a háború alatt a Horthy úgy gondolja, hogy most katonára van szükség, és akkor katonát tesz miniszterelnöknek, és ugye négyen is voltak ilyenek, a Sztójai, Lakatos, a Gömbös és a Szálasi, és ebből kettő, hát Biton végezte. Származása szerint a 15 miniszterelnök közül három volt arisztokrata, 5 köznemes és 6 közrendű. Ahogy mondtam, Gömbös hovatartozását kicsit bizonytalannak tartatjuk, a életrajzírója Gergely Jenő szerint hát nemesi származású volt, úgyhogy ha őt is annak veszük, akkor a köznemesi eredetűek száma így 6-ra emelhető. A dualizmus korához képest, az 1918 előtti időszakhoz képest ez egy jelentős változás. Akkor 1867 és 18 között 16 miniszterelnöke volt Magyarországnak, ebből a 16-ból 7 volt gróf, 3 báró, 3 köznemes, és ennyi. Itt pedig, amint látják, most itt lehet, hogy Vekerle is volt miniszterelnök, és Vekerle az közrendű volt, azt hiszem, hogy nem volt se gróf, se báró, tehát ő egy, és ő polgári szám, Vekerle volt az egyetlen, igen. Ezt most itt korrigálom magamat, úgyhogy... De ebben az esetben is a Horthy korszak, idézőjelben mondva, egy sokkal demokratikusabb összetételű, mert 3 arisztokrata van, néhány köznemes és egy csomó közrendű van. Tehát ez egyébként, hogyha a parlamenti képviselők összetételét megvizsgáljuk, akkor is ugyanezt látjuk. Tehát ha demokratizálás fogalmát nem a politikai intézmények értelmében használjuk, hanem a társadalmi származás értelmében használjuk, ugye a démosz a nép, ebben az értelemben használjuk, akkor van egyfajta demokratizálás ilyen értelemben. A korszak átmeneti jellegéből, a háborúkból és a forradalmakból következett, hogy a két világháború közötti 15 miniszterelnökből csak 7-en, tehát alig több, mint fele halt meg minden szempontból természetes körülmények között. 4-et közülük háborús főbűnösként 1946-ban kivégeztek. Imrédit, Bárdosit, Sztójait és Szálasit. Teleki Pál 41-ben öngyilkos lett. Betlen István szovjet fogságba halt meg 46-ban, egy rabkórházban. Kállai Miklós amerikai emigrációban halt meg. Friedrich István pedig a Váci börtönben valószínűleg. Úgyhogy szubjektív megítélés kérdése, hogy ezt az arányt hát jónak tartjuk vagy rossznak. Hogy a miniszterelnökök fele halt természetes halált, a másik fele az vagy emigráció, vagy kivégzik, vagy öngyilkos lesz. A dualista miniszterelnökök jobban jártak ebből a szempontból. Tehát a 20. század az egy nehezebb időszak volt, úgy látszik, hogy. A tanácsköztárság után kialakult rendszer jogfolytonosságra hivatkozott, és hát a dualista időszakhoz képest tulajdonképpen sok szempontban egy restauratív időszak volt, tehát helyreállította az akkori intézményrendszert, ugyanakkor azonban kicsit meg is változtatta, és a változtatás többek között abban is állt, hogy a kormányfők szerepe, jogköre valamivel erősebb volt. A Horthyé pedig lényegesen gyöngébb volt, mint a királyé 1918 előtt. Részben ebből is következett, részben a különleges helyzetből, hogy gyakran éltek a felhatalmazási törvénnyel, vagyis a parlamentet megkerülve hoztak fontos intézkedéseket. Maga a választójognak a megváltoztatása 1922-ben ez ugyanilyen volt. 1919 őszén az Antad nyomására bevezetik a titkos és majdnem általános 40%-os összlakosságnak választójogot, és ezt rendelettel változtatják meg Betlenék 1922-ben. De mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy a parlamentáris jogállamiság keretei alapvetően a német megszállásig megmaradtak. És a német megszállás után következnek a borzalmak, illetve az, hogy a végrehajtó hatalom teljes mértékben maga alá gyűri a törvényhozó hatalmat, amit az is mutat, hogy Szálasi Ferenc először miniszterelnök, majd néhány nap múlva már nemzetvezető is, tehát államfő és miniszterelnök egy személyben. Politikai céljaikat és filozófiájukat tekintve a Horthy-kor kormányfői balról indultak, Pejik Gyula, és a szélső jobboldalnál kötöttek ki 1944-ben. A kettő között pedig általában konzervatív típusú, konzervatív beállítottságú miniszterelnökök voltak, Teleki is ez volt, Betlen is ez volt, Károly Gyula is ez volt. Gömbös biztosítja az átmenetet a jobboldalnak a megerősödése felé.
Az alapjaiban parlamentáris és antidemokratikus rendszer a jobbratolódás ellenére, ahogy mondottam, 1944-ig őrizte a függetlenségét a német megszállásig, és őrizte azt az intézményrendszert is, amely egészében véve korlátozott parlamentarizmusnak, nevezhető nem demokráciának, nem diktatúrának, korlátozott parlamentarizmusnak. Úgy látom, hogy a időm lejárt, de éppen be is fejeztem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, és ha van kérdésük, akkor természetesen megpróbálok rá válaszolni. Köszönjük szépen professzor úr előadását. Professzor úr említette Imrédi Bélát, hogy a Magyar Nemzeti Banknak volt az elnöke, meg igazgatója is. Én tudomásom szerint még most is ott van a képe a Magyar Nemzeti Bankban a elnökök sorában. És hát ugye a történet nem lehet meghamisítani, végül is ő is ott volt. Én is kerültem alpolgármesterségem során egy ilyen helyzetbe, amikor Szohor Pál polgármesterként kiraktuk a képcsarnokba, és sok kritikát is kaptam érte, hogy hogy lehetett Szohor Pált ide rakni, de hát ugyanez előfordul, ugye úgy látszik Budapesten is, és hát én mindig azt mondtam, hogy a történet nem lehet meghamisítani. Tény, hogy Magyar Nemzeti Bank elnöke volt Imrédi, és tény, hogy Szohor Pál pedig a város polgármestere. Ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg. Van-e valakinek kérdése? Tessék parancsolni. Fordítva volt, előbb az elnöki tanács meghozta a döntéseket, és utána az országgyűlés jóvá. Nem mindig? Hát, én nem voltam ott, úgyhogy lehet, hogy magának. Több kérdést is föltett, hogyha hátulról kezdjük, akkor azt mondanám, hogy az Imrédinek a származását nem tudták, de nem a zsidó törvény volt a fő probléma az Imrédivel, hanem az általa meghirdetett úgynevezett csodás forradalom, amely a csodás forradalom a nagybirtokrendszernek az alapvető megnyírbálását is jelentette volna. Ez legalább olyan dolog volt. Általában véve a német a jobbratolódással kapcsolatban, az természetesen úgy zajlott, ahogy maga elmondta, hogy a miniszterek
minisztériumok, illetve a kormány elkészíti a törvényjavaslatot, és az beterjeszti a parlamentbe. És a parlament vagy elfogadja, vagy nem fogadja el. A helyzet az volt az egész két háború közötti időszakban, hogy a választójognak köszönhetően, amely nyílt volt a körzeteknek a vidéki körzet, tehát a képviselők 80%-át nyílt körzetbe választották, a mindenkori kormányzati apparátus nagyon nagy mértékben tudta befolyásolni, hogy ki legyen képviselő és ki ne. Tehát a Bajcsi Zsirinszki, meg kell nézni Tarpán és környékét, a Bajcsi Zsirinszki Endrét, hogy akadályozták meg mindig abban, hogy őt megválasztják képviselőnek például. És miután ezt a kormányzat ezt tudta csinálni, ennek következtében az egész két háború közötti időszakban a kormánypárt kétharmados többséggel rendelkezik a parlamentben. A kérdés az, hogy ki uralja a kormánypártot. 1935-ig, függetlenül attól, hogy már nem volt miniszterelnök, Petlen uralta a kormánypártot. És ez Gömbös rendkívüli mértékben zavarta, noha folyamatosan próbálta kicserélni a képviselőket a saját híveire, de amikor látta, hogy a Betlen mégis ellene szavaztatja, és nem is hoznak Gömbös alatt semmiféle olyan intézkedést, amit később nehezményeznek a konzervatívok, akkor a Gömbös azt mondja a Hortinak a kihallgatáson, hogy vagy lemondok, vagy pedig új választás, ír ki főkegyelmességet. Tehát legyenek új választások, ott új kormánypárt, új képviselők lesznek be, akik én mögöttem fognak állni, mert én mondom meg, hogy ki fog nyerni, nem a Betlen. És akkor megy tovább a dolog. Ez nem történt meg, mert a Gömbös meghalt, de elő volt készítve. De a 36-os választásokon ettől függetlenül a Betlen hívek kisebbségbe kerülnek, és onnantól kezdődően a parlamenti képviselők egyre inkább jobboldaliak, és itt a következőt kell még ebbe számításba venni. Tehát az embereknek a politikai gondolkodása sokak esetében nem állandó. Ismerünk, aki baloldalon kezdi, mint Pilsudski vagy Mussolini, szociáldemokraták voltak, és jobb oldalon fejezi be. Vagy Károly Mihály az egyik legkonzervatívabb nagybirtokos politikus volt, és majdnem belépett a kommunista pártba. Tehát az embereknek a politikai meggyőződése változik, és ha azt látják, és a két háború között erről volt szó, hogy a 30-as évekkel szembe, amikor Európa meghatározó hatalma Nagy-Britannia volt, a legnagyobb parlamentáris hagyománnyal rendelkező Európa, Nagy-Britannia, vagy a leginkább demokratikusnak mondható Franciaország, akkor ez a képviselőkre is hat. De amikor ezek a hatalmak egyre erőtlenebbnek látszanak, és 1927-től körülbelül Mussolini egyre erősebbnek, Hitler 33-tól egyre markánsabban, akkor ez áthangolja az egész közgondolkodást egy kicsit, és abba az irányba viszi az embereket, nem csak a miniszterelnököket, a képviselőket is, hogy hát ez a jövő, ez a minta, ehhez kell csatlakoznunk. Tőle kaptuk vissza a területeket is, ráadásul, ugye? Itt a helyünk. Tehát nem csak a miniszter, és a miniszterelnökökre is ez nagyon hat. Mondok egy példát, hogy konkrétan hogyan van. Ugye ki fogja megnyerni a háborút? Hitler 1938. augusztusában kihívja a magyar kormányfőt, Imrédit is, és kihívja Hortit is egy hosszú látogatásra, megkívásoknak. És amit ott Hitler be tud mutatni, az mind elkápráztatja a magyar vezetőket, Hortit is és Imrédit is. És Imrédi utána áll rá arra a vonalra, miután meglátja Kielben a német hadiflottát fölvonultatják nekik. Berlinben, Münchenben fölvonulnak a harckocsik, fölvonulnak a, hát a híradókon látják, hogy hogy tudtak menetelni a német katonák, ugye? Ettől úgy jönnek haza, hogy hát itt a németek fognak győzni. Tehát ez nyilvánvaló. És 39-től kezdődően neki egy csomó jel van egészen 1940-ig, hogy a németek mindenkit legázolnak. Tehát ezek azok, amelyek kívülről, belülről viszik a magyar vezetőket errefele. És én azért mindig azt mondtam, hogy félig akarva, félig akaratlanul. Tehát ezek a körülmények azt hitetik el velük, hogy akkor döntenek jól, és akkor politizálnak jól, ha Németország oldalán állnak. A másik csoport, mondjuk a Betlen, a Teleki, a Kállai, azt gondolom, hogy tovább láttak az orruknál, és bekalkulálták azt, amit be is kellett kalkulálni, hogy a német haditechnika bármilyen csodálatos, ha majd az Nagy-Britanniával fog szembe kerülni, esetleg az Egyesült Államokkal fog szembe kerülni, akkor abból csak vesztesként tud kikerülni, győztesként nem. És ők erre játszottak kezdettől fogva, és utólag látjuk, hogy ők prognosztizáltak jól. Úgyhogy nem tudom, hogy válaszoltam-e, ha nem, akkor válaszoltam, igen. Úgyhogy ez a... Van-e még további kérdés?
Hát, hogy mondjam, nézze. Az biztos, hogy nem a magyar nép volt a felelős. Ilyen döntéseket mindig az elitek hoznak, vagy a vezetők hoznak. Az eliteken belül meghatározó szerepe van a politikai elitnek, mert a politikai elit hozza ezeket a döntéseket. A gazdasági elitnek is van szerepe, és az egyház elitnek is. Mondok mindjárt példát. Az egyház elit több alkalommal is érvényesítette befolyását a politikába. Például azt a bizonyos választójogi módosítást 1922-ben, azt a hercegprímással is megbeszélte a Bethlen. Serédi Justina, ő is egyetért. Nem, Csernok János voltak a hercegprímák. Csernokkal is, Hortival is, fontos emberekkel megbeszélte, és közösen hozták azt a határozatot, hogy ha stabilitást akarunk, akkor ezt meg kell csinálnunk, ezt a lépést. Tehát az egyházi elitnek volt politikai szerepe. Volt politikai szerepe ott is, hogy nem engedték, ez főleg a szintén a hercegprímáson múlott és a katolikus főpapságon, hogy a Horthy a családból egy ilyen dinasztikus öröklődő uralkodó valamit csináljon. Tehát amikor fölmerül az, hogy tartósan a Horthy, akkor a hercegprímás Serédi Justinán mondja, hogy nem, nem lehet. És a későbbiekben is, hát a Mindszenty szerepét látjuk 44-ben. Vagy tovább mente a gyulafehérvári erdélyesek Márton Áron. Hát az 1944-ben zsidókat ment, 1945-46-ban magyar arisztokratákat ment. Mindig azokat, de nem csak egyénileg, hanem az egyházával is. Mindig azokat, akiket bántanak. Tehát volt szerepe az egyházi elitnek is. Ugye a katonatiszti elitnek az abban van szerepe, neki azt kell megmondani, hogy győzni kell a hadsereggel, de hát ez nem rajta múlik sok esetben, tehát meghaladja a képességét, mint hogy a második magyar hadsereg vezetőinek nem azért volt a Donnál, busztult el a második magyar hadsereg, mert a Szombathelyi Ferenc rossz katona volt. Vagy nem a Szombathelyi, hanem a Jányi Gusztáv. A Jányi Gusztáv rossz katona volt. Azt akár ki van ott csak vereséget lehetett volna szenvedni. Ugye, a szituáció kiküldeni. Hát nem akarták kiküldeni, a németek azt akarták, hogy az egész magyar hadsereg menjen ki, és egy hosszú alkú pozícióba az egyik hadsereget küldték ki. Az, hogy ilyen katasztrofális lesz a veszteség, azt nem tudták, de hogy abból jól nem fognak kijönni, ezt biztos, hogy tudták. De ez egy kényszerhelyzetben ment már az egész, tehát összefoglalva, miért léptünk be a háborúba? Az összes többi ország is belépett. Tehát mondjon egy országot, amelyből ki tudott maradni a térségünkben. Jó. Igen, igaza van. Svájc az kimaradt, de azért a Svájcnak a helyzete az más, mint Magyarországé. Tehát azt gondolom, hogy nézze, az első világháborúban abba tevőlegesen szerepünk volt. Tehát ott mondhatta volna azt az akkori magyar politikai az osztrák-magyar vezetés, mondhatta volna azt, hogy nem támadjuk meg Szerbiát. Tehát az egy döntéshelyzet volt, mert ha azt mondja Monari, hogy nem támad, akkor ott akkor nincs első világháború. És nem tudjuk, hogy később lett volna, vagy nem lett volna, akkor nincs. Ezt az osztrák-magyar monarchia döntött el. Az más kérdés, hogy ki manipulált és mit manipulált, mert a németek azt mondják az osztrák-magyar monarchia, hogy Ácsi, nem mentek sehova, gyöngék vagytok, nem kell. Akkor nem mennek. De a németek azt mondták, piszkálták őket a háborús pártot, hogy most kell. Sokkal jobb lesz most, mint ez egy év múlva. Most még mi vagyunk fölényben. Egy év múlva már a britek, stb. Úgyhogy itt tehát itt a Tisza István eredeti álláspontját kellett volna érvényesíteni, talán vagy jobb lett volna, aki azt mondta, hogy nem kell a konfliktus. Olyan választ küldjünk a szerbeknek, amit el tudnak fogadni. De a szerbeket meg az oroszok piszkálták, hogy ne fogadjátok el, akármit fogtok kapni. Tehát a dolog mindig komplex, de az első világháborúnál kimutathatóan van osztrák-magyar felelősség. A második világháborúnál az, hogy beléptünk, ez egy-két katonatisztnek és Horthy Miklósnak a felelőssége. Személy szerint Horthy hozta a döntést, joga volt hozzá, de rossz döntést hozott, nem gondolták végig, és a katonák meg azt mondták neki, hogy igen, orosz gépek voltak. De ha még azok lettek volna, akkor is gondolhatott volna rá, hogy vajon be kell-e akkor lépni a háborúba, orosz gépek is voltak. Nem elég-e, ha bocsánatot kérnek tőlük, ha orosz gépek voltak, de az oroszok cáfolták, hogy ők lettek volna. De itt lép be az, amit az előbb önnek mondtam, hogy úgy ítélte meg a magyar katonai vezetés, hogy a németek fognak győzni. És ha mi ebből kimaradunk, akkor a szlovákokkal, a románokkal, a szerbekkel nem, horvátokkal szemben nekünk, hátrányos lesz a helyzetünk, és nem fogjuk visszakapni az elveszített többi területet. Ez volt a motiváció. Tévedtek.
Tehát itt a második világháborúnál, itt megint mi hoztuk a döntést. Az más kérdés, hogy ha nem lépünk be akkor, akkor fél év, egy év múlva biztos, hogy a németek kikényszerítették volna a belépést. De talán az is számított volna, és utólag lehetne mondani, hogy mi nagyon nem akartuk, de olyan nyomás volt, hogy nem tudtunk mit csinálni. És akkor esetleg a gyorshadtest nem pusztul. A gyorshadtest már elpusztult 1941. decemberig, ami a legjobban felfegyverzett magyar egység volt. Lényegében az egyetlen korszerű egység, a gyorshadtest volt. Az összes többi ebben is a gyorsaságot lényegében, vagy részben biciklik meg, lovak biztosították, nem teherautók, de a többiben meg a gyalogosok. Tehát, úgyhogy a felelősség az azt gondolom van, a felelősség döntően a politikai elité, részben a katonai, kisebb mértékben az egyházi elité is. Na most a gazdasági elit, ugye mit mondjunk? Hát hogyha háború van, akkor kell lőszert gyártani. Tehát azt nem fogja azt mondani, egy vállalkozó sem mondta, egy országban se, hogy akkor nem gyártunk lőszert. Tehát a Weissmann-Fried előtte konzervdobozokat gyártott az első világháború, alatt meg ágyúkat gyártott, meg lőszert gyártott. Hogy mondjam, szóval a gazdasági elit, hát annak a legkisebb szerepe volt, azt hiszem, ezekben a politikai döntésekben. Köszönjük szépen. Van-e még kérdése valakinek? Ha nincs, akkor megköszönöm, hogy végig érdeklődéssel figyelték az előadás sorozatot, és mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Remélem, hogy jövőre újra fogunk találkozni, ez majd a következő időszaknak a döntése lesz.